végére hang is lett, úgyhogy a második előadónk Petrovics Péter lesz, és ő arról fog nekünk mesélni, hogy van egy stabil digitális pénz, illetve megvalósítható egyáltalán, és kell-e nekünk ez egyáltalán. Köszönöm. Sziasztok! Amiről beszélni fogok, az egy gondolat, ami rögtön előjött, amikor a Bitcoinról először hallottunk, még nagyon az elején, 2010, mikor lehet a Bitcoin először, és rögtön megfogalmazott pár ötlet ezzel kapcsolatban, illetve pár kérdés, hogy a Bitcoin hogyan tudna még jobb lenni. Hány embernek van itt Bitcoinja? Nem kérdezem, hogy mennyi, nem kell valami. Köszi. Azért kérdezem, hogy igazából mit kezdem nyomni? Szóval, hogy mi is a kriptopénz? Nem megyek nagyon bele, de itt vannak a fő jellemzői, de ami a legfontosabb talán az, hogy mi, tehát klasszikus értelme, hogy a pénz igaz értelműen nem pénz. Mi nem látjuk azt, hogy ez pénz lenne közgazdaságilag. És miért is van ez? Nézzük meg, hogy mik a pénz fő funkciói. Ez nagyjából elfogadott közgazdasági axióma gyakorlatilag, hogy három ilyen fő pont jellemzően a pénznek, amitől pénz a pénz. Egyrészt ez egy fizetési eszköz, tehát tudunk árut cserélni, transferálni tudunk értéket. Másrészt egy értékmérő, tehát meg tudom mondani, mennyi az óradíja mondjuk. Harmadrészt pedig egy értéktároló eszköz. Ne keverjük össze a befektetéssel, hanem egy értéktároló eszköz. Tehát közgazdaságilag az úgymond már egy axiómának mondják a közgazdászok ezt a három pontot. Ha megnézzük a legtöbb cryptocurrency-t, van ilyen kivétel, de a legtöbb cryptocurrency, ez úgy néz ki, hogy a mennyiségük limitált, tehát egy ilyen deflációs rendszer, ami van, vagy úgy, hogy egyre csökkenő mennyiség van, vagy eleve limitált, hogy mennyi van forgalomban, amitől részvényjellemzői vannak, ami azt jelenti, hogy egy ilyen spekulációs befektetési eszközként szolgál, hihetünk benne, hogy fölmegy, lemegy, de emberek befektetnek pénzt, és nyerni akarnak, vagy vesztenek, vagy nyernek vele pénzt, és ennek egyenes következménye az, hogy nagyon erős árfolyam ingadozás van. Tehát nagyon ugrál az árfolyam, hihetünk abban, hogy az fölmegy, hihetünk abban, hogy az lemegy, de nem stabil az árfolyam. Ami azt jelenti, hogy ez a három pénzfunkcióból a fizetési eszköz valamennyire meg tudja tölteni instant váltással normál currency-re, tehát megmondom, hogy 1000 forint volt a belépő, és korát talán annyi értékű bitcoin nekem, de ez se teljesen, tehát hozzá kell nyúlni a stabil pénzhez ahhoz, hogy ezt valami fizetési eszköznek is lehessen használni. Értékmérőnek nem nagyon használható, hiszen nagyon változik az ára, illetve értéktároló eszköznek sem. Itt arra kell gondolni, hogy mondjuk a nyugdíjadat azt beleraknád-e egy bitcoinba, és hogy 20 év múlva bitcoinba kapod a nyugdíjadat, akkor belemennél-e most. Tehát igazából a pénznek a klasszikus funkciót nem tudja betölteni. És hát nem kell messzire menni ahhoz, hogy lássuk, hogy hogyan működik a pénz, tehát a modern pénzrendszer hogy működik. Gyakorlatilag a pénzmennyiség folyamatosan igazodik, tehát a piacon, a gazdaságban lévő pénzmennyiség az folyamatosan igazodik az igényhez. És ezt úgy csinálja, hogy egy kvázi decentralizált kibocsátás történik, és egy piaci mechanizmus biztosítja azt, hogy ez a pénz stabil legyen, és hogy egyban felügyeli. Tehát, hogyha ennek az ábráját nézzük, van a felügyelő jegybank, a kereskedelmi bankok, itt egyébként tehát világviszonyban több ezer bankra kell gondolni, és ezt értem decentralizáció alatt, bocsát ki hiteleket, ez az ő saját döntésük annak függvényében, hogy mit gondolnak a gazdaságról. Amikor kibocsátják ezt a pénzt, akkor pénz keletkezik, tehát ők pénzt gyártanak. A gazdasági szereplők ezt a pénzt használják, és amikor törlesztenek, akkor megsemmisül a pénz. És ez egy folyamat, és ez folyamatosan történik, és attól függően, hogy mennyi igény van hitelre, és milyen hajlandóság van kiadni hitelt, attól függően nő vagy csökken a mennyisége a gazdaságban lévő pénznek. Ennek az a szépsége, ugye, hogy ez biztosítja a stabilitást, pont azért, mert a kereslet nő, akkor több pénz van, ha csökken, akkor kevesebb pénz van a gazdaságban, és ez segíti a stabilitást, természetesen ezer más tényező van, ez egy ilyen olyan ábra, amit még én is megértek. Erre épülve azt gondoltuk, ne menjünk túl messzire, próbáljuk meg ezt lemodellezni, de okosabban, decentralizált módon, és az az elképzelésünk van, és itt nagyon jó, Viktor elmondta az Ethereum-nak a smart contract-ait, hogy gyakorlatilag a kereskedelmi bankok helyett egy szerződés lenne az, egy digitális szerződés,
a blockchainen, ami ezt a pénzkibocsátást intézné, hitelt adna ki, ekkor keletkezne új pénz, a gazdasági szereplők ezt a pénzt digitális currencyként tudják használni, és amikor visszafizetik, akkor megsemmisül ez a pénz. És természetesen a hitelnek digitális fedezete kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez kibocsátódjon, tehát vissza is fizessék, és ezt az egészet egy-egy bank helyett egy nyílt és transzparens közösségi felügyelet lenne, aki ezt felügyelné demokratikus és nyílt módon. Nagyon egyszerűen leírva ez az elképzelés, ami megszületett, és amivel dolgozunk egy ideje, és gyakorlatilag egy olyan pénz szülne, ami hitelpénz, rugalmas a mennyisége, kereset változására nem változik az ára, tehát azért, mert többen akarják használni, vagy keresetben nem fog föl vagy lemenni az ára, és a stabilitás a decentralizált módon biztosított, de a kriptó összes előnyével rendelkezik. Tehát instant módon bárhol a világon tudok azonnal utalni, és nincs intézményi függés. Tehát nincs egy központi intézmény, aki ezt előveti, aki ezt belenyúlhat, aki manipulálhatja, aki visszajelhet vele. Dióhelyében ez a konceptünk, hogyha bővebben érdekel valakit, itt van egy webcím, amin van egy működő, klikkelhető, Ethereum-on működő proof of concept, megvalósítás. Van egy ilyen white paper kezdemény, ami még kidolgozás alatt van, viszont nagyon szívesen várunk hozzájárulást, kérdést, kritikát, tehát egyszerűen szeretnénk, tehát azt látjuk, hogy kell minél több embernek az agya ebben, hogy ez tényleg kialakuljon valami, ami jó. Nagyjából ez az elképzelésünk. Írtadok, hogy a olcsó átutalás mindenfelé, de ha azt nézzük, hogy Bitcoinnál az elmúlt pár hónapban a különböző cicaharcok épp arról szólnak, hogy az állítólag decentralizált rendszerben azért mégis vannak hatalmi központok, akik azt szeretnék, hogy ne legyen mégse annyira olcsó, hogy hogyan tudják, tehát ti tudjátok jobban összeegyeztetni azt, hogy a tranzakcióknak a throughputja is nagy legyen, de közben ne is nőjön meg az ára az átutalásoknak? Mindenki értette a kérdést? Hogy hallotta a kérdést? Hátul is? Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy olcsó legyen az átutalás, illetve azt, hogy gyors legyen, és a megfelelő volument tudjuk itt biztosítani, látva azt, hogy a Bitcoinnál azért vannak és voltak nehézségek ebből. Két felosztanám, egyrészt ugye az, hogy mi az, hogy olcsó, valóban a Bitcoin átutalás tud drága lenni, de mondjuk, hogyha egy Swift átutaláshoz viszonyít, hogy mindig azért olcsóbb és gyorsabb, tehát mindig napokban telik azért egy Ázsiába utalni Amerikából, de a másik válasz pedig az, hogy azért erre nagyon-nagyon sok kezdeményezés van, hogy ezt a problémát megoldják. Nem tudom, hogy payment channel-ekről hallottatok-e, gyakorlatilag Lightning Network, tehát gyakorlatilag egy külső, tehát olyan technológiákkal dolgoznak, mind Ethereum-on, mind Bitcoin-on, egyébként más currency-ken is, ahol maga az elszámolás történne csak a chain-en magán, és a sok kis tranzakció az ki a chain-en kívül történne. Ami által nagyon nagy tudna növekedni a tranzakciós szám, amit még lehet hajtani, mert a blockchain-en költséges ellenőrzni a tranzakciót, de nem kéne minden tranzakciót ellenőrzni, hanem csak egy bizonyos mennyiség után ellenőriznek és szinkronizálnak a tranzakciók. Tehát a válasz az, hogy már szerintem így is most is olcsóbb és gyorsabb, mint a bankrendszeren biztosít, és azok a problémák, akik vannak a Bitcoinnál is, és az Ethereumnál is mondjuk már szinten vannak, hogy sebesség, meg átterjesztő képesség, azokra nagyon sok kezdeményezés van, Raider Network az Ethereumon, vagy a Lightning Network a Bitcoinra meg lehet nézni, és elég előre volt állapotva. Tehát én azt gondolom, hogy pár éven belül meg fog oldódni. Az úr, a pénzt tűzidókontra hamisítják. Ezt lehet? Lehet-e akadályozni? Igen, hát ez például, ez egyébként a Bitcoinra is igaz, tehát ezzel a technológiával, ha a matematikában hiszünk, akkor nem lehet hamisítani. Tehát a matematika jelenlegi állása szerint nem lehet. Kriptográfiailag van biztosítva. Mikor várható az ICO-tok? Mikor várható az ICO? Nagyon jó kérdés, nem szeretnék ICO-t. Azt gondolom, hogy tehát ez egy akkora koncept, ami az biztos, hogy kellenek források, sok forrás, hogy az megvalósuljon. Mi nem rohannánk ebbe az őrületbe bele, hogy pénzt szerezni a kisbefektetőktől reguláció nélkül, mert ez történik az ICO-kkal.
mi azt szeretnénk, hogy egy stabil koncepciónk legyen, és arra építve, ha kell pénz, akkor tisztességes módon szerezni rá pénzt. Visszatekerjen az az ábrához, ahol... Aha, segítenek, akkor igen. Szóval hitel, törlesztés, pénz megsemmisít. Mik a garanciák a rendszeretekben, hogy hitel, törlesztés megtörténik? Képzel egy smart token rendszerben, ez enforce-olható sokféleképpen, ti milyen megoldást választok? Az, hogy van egy fedezet, egy digitális fedezet minden hitel mögött. Tehát hitel csak úgy kerül kibocsátásra, ha egy fedezet le van rakva. És ez a fedezet a koncepcióban ez egy diversifikált fedezet, ami azt jelenti, hogy nem lehet, tehát az egész rendszeren belül többfajta fedezet van, azért, hogy a szisztematikus kockázatot kizárjuk. Tehát lehet Bitcoin, lehet Ethereum, és mindenképpen valamilyen külső, hosszú távon külső, valós, valóvilágbeli eszetek. Hogyha tokenizációra hallottatok, gyakorlatilag elég sok kezdeményezés van arra, hogy felkerüljenek olyan tokenek a blockchainre, aminek a birtoklásával, tehát fizikai dolgotnak a birtoklását is igazolod. Magyarán arany például ilyeneket csinálnak, ahol tokenizálva van az arany, és annak a tokennek a tulajdonjoga kerül be a hitelfedezeteként, ha nem fizeted vissza, akkor az elveszik. És az bekerül egy reserve-be. Ugyanúgy, mint egy banknál is van reserve, ugye. Mit csináltak az a sok bekasszált fedezet? Nagyon jó kérdés. Az a fedezet az ott ül, az a reserve az ott ül, és pontosan ez a közösségi felügyelet dönt arról a felhasználásáról. Annak függvényében, hogy szükséges-e közbelépni bármilyen piaci hatás vagy piaci esemény miatt szükségesek közbelépni. Ha kell, akkor vásárolni például ezt a tokent, mert mondjuk az árfolyama csökken, vagy éppen eladni, vagy kibocsátani új tokent belőle, azért, mert nő az árfolyama. De ez mondjuk alapvetően egy ilyen utolsó meccsvár, tehát ez a piaci mechanizmus az, amitől ez működni fog, meg működnie kell. Köszönjük szépen!